Kiváló koponya volt, mélyen ismerte az embert, mondta Shakespeare-ről Spíró György Kossuth Díjas író. A Szegedi Nemzeti Színház művészeti főtanácsadója szerint az angol drámairól valamelyik darabjára mindenképpen számítani lehet a következő évadban, ám műveinek adaptálása szerinte fontos kérdés. Más a műveltséganyag is, nem véletlenül írnak például musicaleket, mai musicaleket Shakespeare művéből. Én ezt nem ellenzem egyáltalán, mert úgy gondolom, hogy a tradíció a variálások, az újabb variációk révén maradt csak élő. 211 produkció, 1002 előadás, több mint 4 millió néző. Ez számokban a Szegedi Szabadtéri elmúlt 85 éve. A játékok igazgatója szerint Shakespeare-t nem csak olvasni kell, hanem nézni is. Mi nagyon büszkék vagyunk, hiszen tavaly évben közel 10 év után harangozó gyilagművészeti igazgatóra sikerült újra Shakespeare-t a Domtér színpadán bemutatni. Olyan nagy sikerre az idén vissza kell hozni a Tévedések vígjátékát, és a 85 éves Szegedi Szabadtéri Játékok műsorrendjében még egy Shakespeare kötődés lesz, hiszen a szimfonikus zenekari hangversenynek egyik lehetője szintén Shakespeare, Csajkovszki Róma és Júlia című művét fogjuk bemutatni. Shakespeare-ről emlékezik meg az a plakát kiállítás is, amelyet Kis Ferenc szegedi grafikus tervezett. Az angol író művei ihlették ezeket a meglepő, olykor meghökkentő alkotásokat. A plakátok üzenete, hogy előadásra ne pusztán kikapcsolódni, szórakozni, sokkal inkább elmélyülni, gondolkodni járjunk.